tudják, mik azok az endokrin rombolók? Há, hogyne. Na, ez jó, tehát mi nem tudjuk, meg szerintem önök közül se sokan, de most segít nekünk Puszta Ildikó, a Francia Intézet Tudományos Együttműködési Referense, mert hogy lesz egy több konferenciából álló egy hónapos környezetvédelmi hónap a Francia Intézet szervezésében, és itt kiderül, hogy mik azok az endokrin rombolók, de egy kis előzetest azért kérünk. Rombolók, ugye a hormonháztartást befolyásoló kémiai vegyületek, molekulák. Ez lesz majd a környezetvédelmi hónap legutolsó konferenciája december 1-én a Francia Intézetben. Ezt megelőzően most már holnap után szerdán este kezdődik ez a konferencia sorozat a részvételi kutatással kapcsolatban, illetve ez egy 2 órás program lesz majd szerda este filmvetítéssel és előadásokkal egybekötve. Mondja, miért érezték fontosnak ezt az egész hónapot megszervezni, vagy ezt a programsorozatot lebonyolítani? Miért éppen a Francia Intézet? Úgy gondolták, hogy például francia testvéreinknél sokkal előrébb való például ez a témakör, és Magyarországra lehet egy kicsit ebből importálni, exportálni? Ugye 15 évvel ezelőtt úgy kezdődött ez az egész ötlet, hogy a két környezetvédelmi minisztérium, a francia és a magyar egy megállapodást kötöttek azzal kapcsolatban, hogy fontos beszélni a környezetvédelmi témákról. A Francia Intézet küldetése elsősorban a tapasztalat cserék megosztása, tapasztalatok megosztása, ismeretterjesztés és a szemléletformálás. Egy hónapon keresztül még majdnem azt mondhatnám, hogy kevés is ez az idő, mert annyira sok mindenről lehetne beszélni. Például beszélnek majd a felelősségteljes turizmusról. Az mit jelent, hogyan lesz az ember felelősségteljes turista? Ugye, manapság már nagyon sok területet elér az ember az utazásai, az olcsó repülő jegyek révén. Évről évre nő a turisták száma. Ez a látogatottság pedig rombolja a természetet és az épített környezetet is. Szeretnék végülis az idén az ENSZ 2017-es évet, a felelősségteljes turizmus évévé nyilvánította, ehhez kapcsolódnánk mi is. Felelősségteljes azt jelenti, hogy jobban odafigyelünk és tisztelettel bánunk a természettel, illetve a helyi lakók életét is figyelembe véve így. Ez egy örök küzdelem, ugye, ott van Velence városa, amelyet mindenki látni akar, tömegével mennek oda a turisták, ott hagyják a pénzüket, abból él a város. Viszont túl sokan mennek, összeomlik a tömegközlekedés, a helyiek menekülnek a saját városukból, mert hogy minden nap megérkezik egy irdatlan nagy mennyiségű ember. De hát ember. Itt van Budapest belvárosa, a Buli negyed. A Buli negyed, így van, tehát hogy hogyan lehet ezt, ez valahogy állami szinten, városi szinten is kellene, mondjuk, vagy kell kordában tartani, nem? Igen, ezek óriási problémák, ezeket fedeztük fel mi is a programok összeszerkesztése során. Ezért fogunk november 23-án ugye erről beszélni, és próbáltunk olyan szakértőket meghívni, akik önkormányzati szinten tudnának megoldást adni, ugye a Magyar Turisztikai Ügynökség képviselője is jelen lesz ezen a konferencián. Tehát próbáltunk a kormányzati, önkormányzati civil szervezetek és a magánemberek kezdeményezéseit egybe fűzni azért, hogy egy jó megoldásokat tudjunk együtt kitalálni. Nyilván itt nem világmegváltásról lesznek szó, de mi szeretnénk a jó példákat megmutatni a nagy közönség számára. Beszélni fognak majd a passzív házakról, az energiahatékonyságról, de emellett lesznek filmvetítések is. Milyen filmeket érdemes mindenképpen megnézni itt az egy hónap alatt? Igen, november 8-ától december 13-áig minden kedden és csütörtökön este fogunk filmeket vetíteni. Nagyon vegyes a felhozatal, lesznek itt természetfilmek, dokumentumfilmek, animációs filmek, illetve thriller is. Én kiemelném a november 13-ai filmet, ami a légszennyezést állítja a fókuszba.
ez egy óriási nagy probléma már világszerte. Évente 7 millió ember elhalálozásához, korai elhalálozásához vezet a légszennyezés. Ez a dokumentumfilmbe mutatja majd, hogy mi okozza ezeket a problémákat, illetve milyen megoldásokat lehet találni a világban, illetve a helyi közösségekben. Mit tud ez nekünk magyaroknak mondani, hiszen tudjuk a globális problémákat, ahogy említette, a légszennyezettség. Kínában gyakorlatilag élhetetlen városok vannak. A következő háborúk azt mondják, hogy víz miatt, az ivóvíz miatt törhetnek ki. De például nekünk itt Magyarországon van-e olyan konkrét szegmens, hogy viselkedjen a belvárosi ember a külföldi turistával, a külföldi turista a magyar itt lakóval, hogyan legyünk jó házigazdák úgy, hogy mégse zsigereljük ki a saját hazánkat, természeti kincseinket. Uh-huh. Hát erre elsősorban majd a szakemberek fognak tudni válaszolni. Én, amit a magánéletemben látok, és meggyőződésem az, hogyha mindenki a kis saját életében, illetve a kis közösségében jó megoldásokat tud ajánlani, és elkezdenek cselekedni, akkor valahogy élhetőbben tudunk majd élni. Akkor szerdától a Francia Intézetben. Így van, szeretettel várom. Köszönöm szépen, köszönjük, hogy itt volt.